Ablaktörlők, visszapillantó tükrök, rendszámtáblák bánták, hogy egy győri nő a közelében lévő autókon töltötte ki a dühét. Azt, hogy mi okozta a kitörését, nem lehet tudni, csak az a biztos, hogy legalább 6 autót megrongált. A garázdanőt a rendőrök rövid idő alatt elfogták és kihallgatták. Már csak a visszapillantó tükör hűlt helye látható ezen az autón, míg ez az ablaktörlő lapát egy másik autóról hiányzik. Vasárnap hajnalban egy 31 éves nő kapott dűrohamot Győrben, és ennek látták kárát az utcán parkoló autók. Volt olyan jármű, amelyiknek az ablaktörlő lapátját, egy másiknak az antennáját, a visszapillantó tükrét, illetve az egyiknek még a rendszámát is letépte. Cselekményét egy szemtanú látta, aki értesítette a rendőrséget, és megpróbálta visszatartani a dühöngőt a helyszínen, de az elfutott. A nő nem jutott messzire, őt a rendőrök a közelben rövid időn belül elfogták és előállították. A környéki lakók azt mondták, hogy itt gyakoriak az utcai hangoskodások és nézeteltérések. Amelyik lap az ablakot törték be, ajtóablakát. Verekedés volt, a rendőrök rendszeresen kint vannak, úgyhogy ez nem egy olyan környék. Azt mondja, hogy a városba történne, azt mondja, hogy jó van te, az más lenne. De itt nagyon gyakran van ilyen. A közelben lakók szerint az sokat segítene, ha a környéket rendesen bekameráznák. Azzal elejét lehetne venni azoknak a dolgoknak, amiket naponta látnak, de inkább nem beszélnek róla. A nő ellen egyébként a rendőrök garázdaság miatt indítottak eljárást.